Dávid Ferenc a vendégem, a Demokratikus Koalíció gazdasági szakértője. Jó reggelt kívánok! Hát úgy látom, hogy azért nem érkezett üres kézzel, még mielőtt bármit felolvasna, jó, az összeállításában engedje meg. Ez egy friss statisztikai adat. Ugye a KSH-nak az adatára tegnap már várhatott. Mindenki meg is jött, elő is jött, ugye ez az inflációra vonatkozik, hogy Magyarországon enyhült az inflációs nyomás. Ugye sokan ezt úgy apostrofálják, hogy ez most csak lehet, hogy átmeneti. Minden esetre egy jó tendencia, 4,6%-os drágulás volt az előző hónapban. Milyen jövőt lát Magyarország előtt ezen a téren? Látja ezt a kedvező folyamatot esetleg, ami előttünk áll? Azzal kezdeném, hogy a 4,6% nyilvánvalóan a korábbi 5,1%-hoz képest, a múlt havihoz képest egy kedvező 0,5%-os változás, de azt azért ne felejtsük el, hogy az elfogadott, tavaly évben elfogadott idei évre vonatkoztató költségvetésnél 3% inflációt prognosztizáltak. Na most a 3% és a 4,6% majdnem azt kell mondanom, hogy másfélszeresére tévedtek el. Jó, de azt nem tudjuk, hogy szeptembertől kezdődően év végéig mekkora lesz az infláció. Ezt nem tudjuk előre, de egy hónap adatából azért nem vonnék le következtetéseket. Reméljük azt, hogy valamilyen mértékben tompulni fog, de nem igazán látom azt, hogy vajon milyen eszközökkel nem látom azokat a kormányzati elképzeléseket, ami mondjuk az inflációt tompítaná. Mondok példát, hogy mivel lehetne ezt valamennyire enyhíteni. Az egyik ugye az, hogy halljuk, hogy azok a termékeknek, elsősorban az üzemanyagra gondolok, ami meghatározó, hogy ugye rendkívül magas mértékben emelkedett, ez ilyen löki minden terméknek és minden szolgáltatásnak az árát, hogy gondolkodik-e azon a magyar kormány, hogy a jövedéki adót, az üzemanyagot rendkívül magas jövedéki adót termeljük. Évek óta kérdezi ezt az ellenzék, ön már megkapták milliószor erre a választ. Mi volt a válasz, szeretném tudni, mert érdemi válasz. Hogy csökkent a jövedéki adó? Hogy csökkent a benzinnek? Nem, de az a válasz, a jövedéki adó. Vajon amikor ilyen inflációs nyomás van a gazdaságon, amikor lehet látni, hogy valamit lépni kell, mert ez fokozódni fog, és rosszabb lesz a helyzet, romlik a pénzünk értéke, akkor mondjuk az üzemanyagok jövedéki adójából lehetne engedni. A másik ilyen dolog, ez ugye elsikkadt itt a köztudatban, ugye a tavalyi évben, amikor a válság első jelei voltak, májusban a kormány, illetve a parlament elrendelte a kiskereskedelmi ágazati különadót. Tehát megint létezik annak. Én azt gondolom, hogy ezt az adó nemet, ezt az adó mértéket, ezt a kereskedők behajtják a vásárlókon. Nyilvánvalóan, hogyha ezt elengedné, mondhatja azt is szerkesztő, hogy majd lenyeli a kereskedő, bizonyára ilyen is van, de lehet, hogy ebből a pénzből árat csökkent, vagy az is lehetséges, hogy bért fizet, vagy az is lehet, hogy beruházna. Tehát itt van azért, és hát ne felejtsük el, hogy a beszélgetésnek témája lesz, hát a Magyar Nemzeti Bank szerepe ebbe a dologba, tehát azok a megnyilvánulások, amiket az elmúlt hónapban, ugye mindig hétfői magyar nemzetekben olvasok a bankelnöknek a különböző vízióit és javaslatait és véleményét. Ez nem igazán tesz jót a magyar gazdaságnak, lélektani kérdésnek tartom, hogy a magyar Nemzeti Bank elnöke az elmúlt egy hónapban előkelő idegenként ostorozza a magyar kormány gazdaságpolitikáját, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne. A forint árfolyam azért beszélünk. Tehát igenis lépni kellene, hogy ha nem is tudunk abban változtatni, hogy az árfolyam mennyi legyen, de az, hogy ugrál a volatilitása nagy, azon viszont a Magyar Nemzeti Bank magatartása változtathat. Jó, elnézést, hogy az előbb megpróbáltam közbeszólni, de egyébként pont ezt akartam mondani, hogy nehéz önmellett szóhoz jutni. Nyilván azért is, mert ugye tele van a feje mindenféle gondolattal. De Dávid úr, valószínűleg elkerülte akkor az önfigyelmét az a folyamat, amiről egy kicsit azért mégiscsak említést tett. Hát Matolcsy György tett lépéseket azért, hogy ezt az inflációs száguldást egy picit belassítsa. Nem? Hát volt egy nagyon minimális kamatemelés. Hát erre mondták azt gazdasági szakemberek, hogy elsőként minden országban ilyenkor leggyorsabban a jegybankok tudnak lépni, amikor kamatot emelnek, ezzel fékezik mondjuk a belső fogyasztást akár, és csökkentik az inflációt. Ez a folyamat elkezdődött. Ez a folyamat késve kezdődött el. Ugye, hát akkor lehet csak elkezdeni egy folyamatot, nem, hogyha magas az inflációt előtte nem lehet. Pontosan lehetett látni már az év elején, hogy a 3%-os infláció nem tartható. Pontosan láttuk azt már
amikor a nyugdíjakat kiigazították 3%-os emelésről 3,6-ra, hogy azt azért fogják, már májusban tudtuk, meg áprilisban tudtuk, ennek ellenére a kamatemelés csak néhány hete kezdődött el, és nagyon szolid mértékben. Tehát azt gondolom, a lépést nem kritizálom természetesen, csak megkésettnek tartom. Kellene még kamatot emelni, akkor az ön álláspontja szerint? Azt gondolom, nem az én álláspontom fogja eldönteni, a magyar gazdaság fogja kikényszeríteni, a helyzet fogja kikényszeríteni. Igen. Helytállónak tartja, ha már szóba hozta ugye Matolcsy Györgyöt, hogy ő azt mondja, hogy lehetséges, hogy egy új és erős pénzügyi válság előtt állunk. Látják-e annak a kockázatát? Megmondom őszintén, én Matolcsy Györgynek a munkásságát követem, és olvasom a cikkeit a növekedés.hu-n is, ez a reklámhelye, és a Magyar Nemzetben is. Uh-huh. Ezekkel a víziókkal én azt gondolom nem érdemes foglalkozni. Mivel érdemes akkor foglalkozni? Hát akkor mivel érdemes? A magyar gazdaság talpraállításával érdemes lenne foglalkozni, de hogy Matolcsy víziójában most egy pénzügyi válság kibontakozó van, egy héttel ezelőtt azt írta, ha visszaemlékszik, ha olvasta, azt írta, hogy az euró egy csapda. Igen. A korábban nevű héten elkezdte ostorozni a magyar kormányt azzal, hogy miért vasba és betonba teszi a pénzt. Teljesen igaza van egyébként. Csak az a helyzet, hogy ezt úgy teszi Matolcsy, mintha az elmúlt 10 évben ő nem lett volna részese a magyar gazdaság alakításának. Igen. De látja azért, ön se feledkezzen meg arról, Dávid úr, hogy amikor itt szokott lenni, milliószor feltettem már önnek azt a kérdést, és soha nem ismerte el. Közben másik oldalról Varga Mihályék elmondták milliószor, hogy a magyar gazdaságnak az üteme, még az uniós átlaghoz képest is jó erős, ugye itt a GDP-t szokták ugye emlegetni rendszeresen, és most azt mondjuk, vagy ők azt mondják, én meg ugye továbbítom önnek, hogy a magyar gazdaság jól teljesít, akkor ezt meg olyan semmibe, mintha semmibe vennék. Nem veszem semmibe, de ha már ilyen rangsorokat állítunk föl, hogy a magyar gazdaság, a GDP növekedése ugye európai szinten nem rossz, maradjunk ennyibe, akkor azt is el kéne mondani, hogy az infláció növekedése viszont a leggyorsabb egész Európában. Ez is igaz, ezt hozzá kéne tenni. A másik, amit hozzá kell tenni, hogy a GDP növekedésének egy nagyon nagy forrása az építőipar. Az, amit Matolcsy kritizál a betonba, vasba való öntés, ráadásul ez az építőipari teljesítmény, ami túl van fűtve, ráadásul túl is van árazva. Tehát a GDP növekedésben egy nem valós növekedés jelenik meg, hanem az építőiparban levő megjelenő termelési érték nem valós, mert magasabb áron csinálják, mint ahogy egyébként a valóságban. Jó, de azt azért nem elismeri, vagyok annyira hogy... elájulva ettől a teljesítménytől, látom, hogy nagyon meg van elégedve, én egyáltalán nem vagyok elégedve. Nem azt mondtam, hogy nagyon meg vagyok elégedve, én ezt most csak egy példaként hoztam. Hát őre meg lehetne azt mondani ilyen alapon, hogy ő meg semmitől sincs elájulva, nem? Hát tehát, semmitől hogy... nem vagyok elájulva. Ami a magyar gazdaságban ma történik, nem vagyok semmitől elájulva, azt jól látja. Igen. Na, de ha már a demokratikus koalíciónál dolgozik, mint ilyen gazdasági szakértő, akkor legalább fél percben foglalja azt össze, hogy 2022-ben, ha és amennyiben az ellenzéki összefogás győzne vagy nyerne, akkor mi lenne más a magyar gazdaságban? Behúznák a féket az építőiparban, vagy mit csinálnának? Nem, az építőiparban általában behúzni a féket biztosan nem kell. Az viszont meg egészen biztos, hogy az improduktív, a hozzáad valós, hogy mondjam, hozzáadott értéket nem adó beruházásokat, nevezzük nem demagóg módon látványberuházásoknak, azokat radikális módon csökkenteni kéne. Kettő. Ezek a beruházások állami beruházások nagy részben. Jelentős mértékben kellene csökkenteni az állami beruházások számát, már csak azért is, mert az állami beruházásoknál nincs megtérülési követelmény. Uh-huh. A magánvállalkozók fektetnek be, azok olyanba fognak befektetni, ami nyilvánvalóan az ő számára is, hogy mondjam, profitot hoz, nyereséget hoz. Számos ilyen dolgot lehet mondani, most az építőiparra hegyeztük ki a dolgot, én azt kérdeztem, hogy eltörölnénk-e, nyilvánvalóan nem kell visszafogni. Nem azt mondtam, hogy eltörölnék, hogy behúznák a féket. Nem húznánk be a féket. Megértettem, legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Jót.